Nem a poszt az izgalmas a beszélgető partner esetében, hanem az ember, aki kapott egy megbízást, és akinek van érzelmi kapcsolata, jelen esetben a tájjal. Két ember beszélget a közös kedvencről, a beszélgetés tárgyáról, és akkor kiderül, hogy sokkal jobban ért például, ha muzsikus, akkor a zenéhez, mint a beszélgetés vezetője, mondta Pomazsánszky György, televíziós újságíró, az Ormánsági Drávacsehében megtartott Bőkösz Café podcast egyik alkalmával. Ez egy örök nagy riporteri, műsorvezetői kérdés, hogy jobban kell-e tudnom mindent, mint a megkérdezett. Hát erre az ember a pályája elején tesz néhány kókat kísérletet, aztán rájön, hogy semmi reménye erre nincs, tehát elég, hogyha egy kérdés után okosan hallgat. Ha nincs vágóasztal, ott bajok vannak, mert akkor a buta kérdés és helyes válasz helyett csak egy helyes válasz születik. Ezen a napon a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság igazgatója volt a vendég. A podcast után mi is beszélgetőre fogtuk, és a közel egy évtizedes Bőkösz Fesztiválban való aktív részvételről faggattuk Závodszky Szabolcs igazgatót. Kezdetektől fogva részt veszünk a Bőkösz Fesztiválnak a programjaiban, elsősorban az Ősdráva látogató központtal. Ott szervezünk különböző programokat kifejezetten erre az időszakra, amilyen hosszan tart a maga a fesztivál. Egyébként ugyanolyan fesztivál helyszín vagyunk, mint ez a négy település. A saját programrainkon kívül koncertek is vannak, ma este is lesz egyébként a látogató központban. Szakvezetéses túrákat indítunk, minden nap valami más témát ölel fel, a gyógynövényektől, az őshonos háziállatokig, madárgyűrűzéstől kezdve a vizes élőhelyeknek az élővilágáig, azon túl, hogy ebben az időszakban ingyenesen látogatható a maga az Ősdráva látogatóközpont is, és hát évek óta megszervezzük, bár idén sajnos az időjárás miatt elmaradt a magyar pásztorkutyáknak a telelő versenyét, ezt a nagyon nagy meleget már ők se bírták volna, de ez is egy hagyomány, hogy mindig erre az időszakra tesszük, és akkor egy ilyen egész napos programba lehet ezeket a pásztorkutyákat megnézni, hogy hogy dolgoznak az állatokkal, és magának a látogatóközpontnak az őshonos állattartó része, és ilyenkor teljes egészében nyitva van, és gyakorlatilag ott több órás programot lehet eltölteni. A település polgármestere arról beszélt, mennyire fejlődött a közel 120 lélekszámú falvacska az Összművészeti Fesztivál évei alatt. Drávacsehi az egyik település, amely a programokban részt vesz Kémes, Szaporca, Tésenfa mellett. A második évben kaptak meghívást az eseményre, igazából pedig a harmadik évtől rendszeres résztvevői az Összművészeti Fesztiválnak. Azóta épült egy központ is Drávacsehiben. Ami most van kialakítóban, de nyilván egyébként a település fejlődésében ez jelentős, hiszen azért az ormánsági településeken azt kell mondjam, hogy éves szinten talán egy-két építkezés jellemző, de az is inkább felújítás, ez Drávacsehi esetében most ezek miatt a fejlesztések kapcsán is négy-öt építkezésünk van szinte évente a településen. Ebből a szempontból Drávacsehi, azt kell mondjam, egyébként ki is lóg egy kicsit, tehát nem nagyon sorolnám most már lassan, nem földrajzilag, hanem fejlődésileg az ormánsági települések közé. A településen a 9. Bőkösz Fesztivál ideje alatt naponta délelőttönként neves személyekkel zajlik a beszélgetés az Orbánház udvarán augusztus 25-ig. A Bőkösz Café podcastről bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink.